Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Heti programajánlónkkal jelentkezem ismét, ahol garantáltan mindenki megtalálja a kedvére való időelfoglaltságot. Ez a hétvége, pünkös révén hosszú hétvége, ehhez is igyekszem néhány jó programmal hozzájárulni, hogy biztosan tartalmasan teljenek a napok. Lássuk, mik is a heti programok. Jazz és irodalom az ötvös tízben. Egy pár, 26 év. Egy-öt körülbelül 25 könyv, na és persze színdarabok, meg sok-sok műfordítás. Utazások ketten és külön, fejben és a nagyvilágban. Két dudás, két gyerek, egy csárda. Vajon hogy férnek meg együtt, hogy osztják el, meg ki, szét? Vannak-e trükkjeik, tipjeik? Na és receptjeik? Szópárbaj, anekdóták, felolvasás. Mindez az egyik leginnovatívabb, az irodalomhoz erősen kötődő jazzzenész Dés András ütőhangszeres improvizációjával. Szabó T. Anna és Dragomán György mindketten Erdélyben születtek, kamaszként költöztek Szombathelyre. Anna 16, Gyuri 15 évesen. Miként ismerkedtek meg? Hogyan segítik egymást az írásban és az életben? Családi legendák, magánmitológiák, az egymás mellett alkotás mikéntje nagyon is érdekli az olvasókat. Különösen akkor, ha két ilyen kiváló alkotóról van szó, akiknek pályája töretlenül ível egymás mellett és egymás segítve, szinte már kamaszkoruk óta. Gyuri szenvedélyes, Anna higgadtabb, józanabb, és megtanulták ezeket jól kiegyenlíteni. Egymás legőszintébb kritikusai. Irodalom és zene különleges találkozására számíthatnak az ötvös tízben látogatók május 16-án szerdán, este 8 órától. Elindul a Magnet Labor. Ezen a héten nyitja meg kapuit a Magnet Közösségi Ház új rendezvény sorozata Magnet Labor címmel. A Magnet Laborban kinyitják a teret a közös gondolkodásnak, a tanulásnak, a véleménycserének, az innovációnak. Hiszik, hogy a tudás, az információ mindenkié, és hogy a közösségnek építő ereje van. Ezért találkoznak mostantól havonta, akár több alkalommal is a Magnet Közösségi Házban. Ezeken az alkalmakon mindig más téma kerül a fókuszba, és olyan előadókat, beszélgető partnereket hívnak meg, akik területükön valami újat, mérhetőt, építőt alkottak. Olyan véleményformálók, akik nem csak akarnak, de tudnak is mindenki számára újat, érdekeset adni, vagy épp mutatni. A Magnet Labor első alkalmával két nagyon fontos májusi eseményre szeretnének a szervezők reflektálni. Anyák napja és gyermeknap között találkoznak ugyanis, hogy a nőket érintő kulcskérdésekről beszélgessenek, így a gyerekvállalásról és a szülésről, illetve az anyai szerepet érintő jelenségekről, kiemelten a gondoskodásról és az azt érintő krízishelyzetekről is szót ejtenek majd. Az esemény két fő előadója, a téma valódi specialistája, Rosszik Linda Enit, klinikai szakpszichológus, a Mama Kör terápiás és oktatóközpont egyik alapítója, és Réz Anna filozófus, az ELTE adjunktusa. Szeretettel várnak mindenkit május 17-én és 18-án. Az egésznapos programok listáját és bővebb információt a Magnetház oldalán találnak. Áttetsző valóság kiállítás a Resident Art Galériában. Szabó Ábel legújabb, főként 2016-2017 folyamán készült festményei a művésztől megszokott urbánus témákat teljesen új technikai megoldásokkal, az időtlenség nézőpontját a pillanatnyiság látásmódjára cserélve mutatják be. A fotorealisztikus látásmód érdekében kifejlesztett aprólékos ecsetkezelést felváltják a foltokban felvitt, elkent festékrétegek, a dinamikus ecsetnyomok és a merész kompozíció megoldások, valamint a látvány megkettőzésén alapuló réteges felületkezelés. A 2010-es évek végén társadalmi, gazdasági és kulturális változásait tükröző városi tájak látványvilágát a magyar festészeti hagyományok irányzataihoz kapcsolódva saját nézőpontját sem kímélve teremti újjá. Érdekes témával foglalkozó kiállítás van a Resident Art Galériában az Andrássy úton. A tárlat május 25-ig látogatható, 2-től péntekig 13 és este 6 óra között. Tavaszi hangok a Zeneakadémián. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán-magyar szakos hallgatói kamaraestet adnak. Az esten felcsendülnek Mozart, Sosztakovics, Chopin és Kosszák új Yamada művek is. Szeretettel várnak mindenkit a Zeneakadémia Solti György kamaratermébe május 17-én este 7 órakor. A koncert ingyenesen látogatható. Dog Story premier a játékszínben. A szerelem néha arconnyal, és ott találkozunk vele, ahol nem is sejtjük.
Kedves történet, szerethető hősökkel és romantikus fordulatokkal, amelyben egy kiskutya ámor is fontos szerepet kap. Mindez még a legkeményebb lelkű nézőnek is egészen biztosan megolvasztja a szívét. A Dog Story című színdarabot 2016. november 3-ától 2017. január 15-ig játszották New Yorkban az Off-Broadway-en, a Davenport Theaterben. A Dog Story első bemutatója 2014. májusában volt a floridai Key Westben, a Waterfront Playhouse-ban. Az Off-Broadway új musicalje, melyet Európában és Magyarországon a játékszín közönsége láthat először, Szirtes Tamás rendezésében fiatal színészeket láthatnak a nézők. Így a főszerepekben például Solti Ádámmal és Puskás Petivel találkozhatunk. Az évad utolsó premiere a játékszínben május 19-én 19 órától lesz. Szeretettel várnak mindenkit! Bolgár Kultúra napja a Bolgár Intézetben. Idén is megemlékeznek május 16-án a Bolgár Kultúra napjáról. Az ez alkalommal rendezett kiállításon a bolgár kultúra mellett Plovdiv előtt is tisztelegnek, amely a 2019-es év kulturális fővárosa címért is versenyzik. Szeretettel várnak mindenkit az Andrássy úti Bolgár Intézetben május 16-án szerdán este 6 órakor. A kiállítás ingyenesen tekinthető meg. Engedjék meg, hogy egy különleges gasztronómiai utazásra hívjam most meg Önöket. Gurmé Fesztivál 2018. A hazai gasztronómia legmenőbb fesztiválja. Idén már túllép az ország határain, és a régió legjobb éttermeiből is bemutat néhányat, és vendégül hívja a környező országok sztárséfjeit is. A Gurmé a legátfogóbb és legszínesebb gasztrofesztivál itthon, és talán a régióban is. Ez egyben azt is jelenti, hogy sok kiállító is lesz, és még több finom, izgalmas étel, amit muszáj lesz megkóstolni. A hatalmas kínálatban könnyű elveszni, főleg ha valakinek nincs konkrét elképzelése arról, mit szeretne kipróbálni. Nekik szeretnének segíteni pár tippel. Egy biztos, idén is érdemes több napra kilátogatni a Millenárisra. Exotikus, nemzetközi diétás és glutén, laktózmentes menüsorok, sztárséfek és ismert előadók, receptcserebere, workshopok és meg annyi érdekesség várja az igényes gasztronómia rajongóit a Millenárison május 17-e és 20-a között. Az esemény gyermekbarát és 14 éves korig ingyenesen látogatható. Zárásként látogassunk el Tatára, ahol egy valódi időutazásban lehet részünk. Tatai Patara 2018. Idén is megrendezik a törökkori történelmi fesztivál Tatán. A Tatai vár lábánál elevenedik meg az 1597. évi történelmi ostrom. Valós eseményeken alapuló csatarekonstrukcióknak lehetünk szem- és fültanúi. Multidéző kiállítás, katonazenekari fesztivál, lovas bemutató, hastáncosok fogadják a kíváncsiskodókat, akik a titkon őrzött hárembe is bepillantást nyerhetnek. A vásári forgatag nem múlik el tűzzsonglőrök, mutatványosok és a nánai solymosi vitézek színi előadásai nélkül. Sarkantyú peng, szoknya lebben, a borudvarban, ahol 400 néptáncos várja a táncházzal az érdeklődőket. Három varázslatos napra kiléphetünk a hétköznapokból, hogy az öreg tó multidéző környezetében megéljük a 16.-17. századi emberek életét. Tártkarokkal és meg annyi jó programmal vár mindenkit Tata május 18-a és 20-a között. A háromnapos rendezvényen a család minden tagja jól szórakozhat, szeretettel várnak mindenkit. Ez volt heti programajánlónk, megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket. Amennyiben bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, úgy ezt megtehetik az infokukac6oscsatorna.hu e-mail címen, vagy a 061-301-0956-os telefonszámon. Szép hetet, sok tartalmas programot kívánok Önöknek, viszontlátásra! A műsorvezető megjelenéséről Karajsz Dávid gondoskodik.